Ma a Barbie filmet fogjuk kivesézni, és közben elkészítjük ezt a Barbie által inspirált sminket, mert igenis 40 fölött is lehetünk Barbie-k, legyen öreg Barbie is, ne csak űrhajós, meg orvos, meg alacsony, meg kövér, legyen öreg Barbie is. Úgyhogy, ha érdekelnek a gondolataim a filmről, illetve az, hogy hogyan készül el ez a smink, akkor gyere és tarts vele ebben a videóban. Szia, üdv újra a csatornán, nagyon örülök, hogy újra itt vagy velem. Ha még először jársz itt és nem találkoztunk, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek és itt is dolgozom, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként sminkel, divattal, stílussal, illatokkal kapcsolatos videókat találhatsz meg, ami főként 40 fölötti hölgyeknek szólnak, mint amilyen én magam is vagyok, de hogyha fiatalabb vagy, akkor is maradj itt nyugodtan, biztos vagyok benne, hogy találsz olyan témát, ami neked is érdekes lehet, és hogyha ez így van, akkor meg is kérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg azt a kis csengőcskét is, kapcsold be az értesítéseket, és nem maradsz le semmilyen klassz új videóról. Köszönöm. Na hát, Barbie téma, szerintem már ezt elég sokan kivesézték ezt a témát, ez nem lesz egy full filmkritika egyáltalán, nem fogok spoilerezni, nem kell félned, javaslom, hogy nézd meg, mert egy szuper-szuper film, tudom, hogy első pillantás egy ilyen cukormázas kis hülyeségnek tűnik, de biztosíthatlak róla, hogy egyáltalán nem az. Egy nagyon-nagyon szuper film, nagyon komoly szereplőgárdával, és még azok is a kékharisnyák, akik azt mondják, hogy jaj, hát engem nem érdekel a Barbie, engem nem érdekel a smink, meg a divat, meg semmi, azoknak is fog hasznos dolgot adni, mert nagyon sok rétege van ennek a filmnek, nagyon sok társadalmi kérdést érint, én nem fogom az összes réteget kiszedegetni belőle, vagy megkritizálni. Én egy olyan szempontból próbálom ezt megközelíteni, hogy egy 40 fölötti középkorú nőnek a szempontjából, és szerintem ez egy érdekes perspektíva, mert biztos vagyok benne, hogy más rétegeket vagy gondolatokat indít el ez a film egy fiatalabb lányba, vagy fiatalabb anyukába, mint egy korosztályunkbeli nőbe, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett, nem tökéletes, távol van a tökéletestől ez a film, de abban biztos lehetsz, hogy ez egy nagyon fontos film, és egy fontos mérföldkő lesz a film történelemben is, hiszen ez nekünk szól, nőknek, illetve rólunk szól, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy nézd meg, és aztán induljon el erről egy beszélgetés. És természetesen elkészítjük ezt a sminket is, ami megmondom őszintén, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik. Szerintem egy simán hordható smink. Barbie színekből, de mégis nyugodtan föl lehet venni, én nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ezt fogjuk együtt elkészíteni. Ezt előre mondom, hogy ismét káosz ez a videó, most még a fogalmam sincs, hogy hogy fogom megvágni, hogy ebből egy értelmes videó kerekedjen ki, úgyhogy elnézést kérek, hogyha ismételem magamat, vagy egy kicsit, hát káosz ez a legjobb szó rá, de remélem, hogy így is élvezni fogjátok. Na vágjunk is bele! Barbie-nak tökéletes bőre van, úgyhogy kezdjünk egy primerrel, ez egy Hourglass primer. Így néz ki. Nagyon-nagyon finom érzetet ad a bőrnek ez a primer. Ilyen, hát nem is tudom, ilyen sejmes lesz tőle. És látjátok már is, milyen szép a bőrfelszín. Mikor primert használok, akkor mindig fontos, hogy a szem alá is tegyünk, tehát ott is jól lealapozza. Na, szerintem már látszik, hogy milyen jó ez a primer. És egy Rose Ink korrektort fogok használni, ebből kaptam egy jó pár primert, és ezt fogom kipróbálni, vagyis ezt már kipróbáltam, úgyhogy tudom, hogy jó. Kicsit világosabb színt fogok használni, mint mindig, és ezzel eltüntetjük itt a csúnya karikáimat, mert tehát egy Barbie nem lehet karikás szemű. Így van. Szóval, na hát kezdjük is el. Először is azt mondanám, hogy tényleg mindenki menjen és nézze meg ezt a filmet. Szóval szerintem ez egy ilyen alapkő lesz a film történetbe, illetve mindenféle nőjogi mozgalom szempontjából.
Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy menjen el és nézze meg, és vonja le a maga tanúságait. Hát ugye, tudjátok, én nem vagyok filmkritikus, szóval nem is fogom kritizálni ezt a filmet, csak el fogom mondani azokat a gondolatokat, amik nekem eszembe jutottak, miközben néztem ezt a filmet, és hát ugye, ahogy már mondtam a bevezetőben, nekem borzasztóan tetszett. Na, szerintem ez így jó is. Most jöhet az alapozó, ezt az Yves Saint Laurent All Hours alapozót fogom használni, nagyon szeretem. Szóval nekem a Barbie, hát én rengeteget játszottam Barbie-val gyerekkoromban, nem is tudom, rengeteg volt tényleg, még Michael Jackson Barbie is volt egyébként. Meg volt ez a klasszik Barbie, ez az átváltozós Barbie, amikor ki lehetett fordítani a kis öltönykéjét, vagy mi kosztümjét, és akkor egy ilyen balerina szoknya lett belőle. Szóval nagyon sokféle volt tényleg, olcsó, drága, még amit a dollárboltba vettek a szüleim, vagy hozattak, vagy küldtek rokonok, szóval imádtam. Hát lehet, hogy eleve a divat szeretete is innen jön, nem tudom, de nekem valahogy a Barbie az sohasem ez a szupermodell baba volt, vagy nem a vékonysága fogott meg, hanem igazából az fogott meg, én emlékszem, hogy én azt szerettem benne, hogy a Barbie gyakorlatilag bárminek föl lehetett öltöztetni, az bármi lehetett az a baba. És nekem ez volt az inspiráló a Barbie babaságba, nem is emlékszem, hogy gondolkodtam volna ezen, hogy most fú, de vékony, vagy én is szeretnék olyan vékony lenni. Én erre nem emlékszem, hogy ez bármikor is megfordult volna a fejembe. Tudom, hogy a legnagyobb kritika a Barbie babákkal szemben az, hogy a fiatal lányoknak esetleg olyan testképet mutat, ami nem valós, tehát ugye ezek az arányok, ezek nem működhetnek a való életbe, vagyis csak az 1%-a körülbelül az embereknek, aki így nézhet ki, de nekem ez meg se fordult a fejembe őszintén. Kicsit elbeszélgetjük az alapozó. Szóval nekem a Barbie mindig inkább ez a bármi lehetsz feelinget adta. És megmondom őszintén, hogy is biztos vagyok benne, hogy valamilyen hatással volt az életemre. Nem vagyok benne biztos, hogy a Barbie baba, de az, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy én bármi lehetek, és nem feltétlenül csak azért, mert ezt tanultam, akkor ebbe a szakmába is kell dolgozom. Én nekem egyébként az első szakmám az ruhatervező, és egyébként még női mesterszabó is vagyok, tehát mestervizsgám is van, úgyhogy azért a divat világából indultam, és eléggé otthonosan is mozgok benne, és ugye a karrierem elején én nagyon sok divatháznak dolgoztam, rajzolóként, tervezőként, és nem féltem váltani innen. Szóval rengeteg dolgot kipróbáltam az életemben. Én voltam magazinszerkesztő, dolgoztam a kereskedelemben teljesen más irányba, dolgoztam marketingesként, és ami a jó dolog, hogy gyakorlatilag mindig belevetettem magam, és elég magas szintre, magas pozícióba el is jutottam. Tehát én nekem ez nagyon-nagyon inspiráló volt, hogy igenis merjek mindig váltani, nyilván aztán jött a smink, de ezen kívül még rengeteg más dolgot csináltam, tényleg mindenbe bátran beleugrottam, és nekem a Barbie ezt szimbolizálja gyakorlatilag, hogy tényleg bármi lehet. És használok egy kicsi púdert itt a szemem alatt, meg ahol kiszoktam fényesedni. És ugye nyilvánvalóan ebben a filmben nagyon sok szó van a nők szerepéről, a társadalomban, illetve a gender viszonyokról, a férfi-női egyensúlyról. Sokszor találkoztam én is így a férfiak által uralt világnak a kellemetlenségeivel, mondjuk például, amikor én kaptam egy kinevezést, és az összes férfi kollégám az fel volt háborodva, mondjuk ez egy pozitívum, hogy én kaptam a kinevezést, és nem ők, tehát ez pont egy ellenpélda, de mindegy. Szóval azért én is belefutottam pár ilyen utcában, nyilvánvalóan ti is tapasztaltátok már ezt a fajta egyenlőtlenséget a munkavilágában, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van erről valamilyen fajta tapasztalata. Szóval én is olyan voltam, mint a Barbie, űrhajós, orvos, katona.
Jó, hát nem ennyire extrém szakmákat, de ugye én is sok mindent kipróbáltam, és ahogy a Barbie is ebben a filmben, én is szembesültem azért a férfi uralta társadalom által kreált kihívásokkal vagy problémákkal. Na nézzük, a szemöldököt is egy picit lepuderezem, és csinálunk egy szemöldököt. És megint ezt a szálazós technikát fogom használni, próbálom egy viszonylag ilyen kicsit szőrösebb szemöldököt kreálni, mert a Barbie-nak is viszonylag ilyen természetes, vagy megrajzolt szemöldöke van, tehát ilyen szálas. Úgyhogy most én is ezt próbálom, de nem erős a szemöldöke. Szóval a lényeg az, hogy tényleg nézzétek meg ezt a filmet, és utána talán lehet egy ilyen eszmecserét folytatni róla, hogy szerettétek a Barbie-t, nem szerettétek a Barbie-t, de én szerintem ez az a film, amit tényleg minden nőnek látni kell. Nem is csak nőknek, szerintem mindenkinek látni kellene, mert tényleg egy ilyen sarokpont. Nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató, és végre van egy olyan film, ami kifejezetten a nőkről szól, a nők szerepéről a társadalomban, hogy a nőknek milyen az élete, tehát a nők szemszögéből láthatni az életet, tehát hogy egy ilyen női perspektívát mutat a társadalom problémáira, hogy mi, hogy látjuk, hogy mi a gond, mert ugye nagyon sok követelmény van a nők felé, de hogy mi, hogy látjuk a mi életünket. Szerintem nagyon-nagyon klassz film, tényleg csak jót tudok róla mondani. És ez a film gyakorlatilag igaz, hogy érintőlegesen beszél erről a problémáról, de mégis egy nagyon-nagyon fontos jelenet ez a filmben, mikor a Barbie ugye kikerül az ő kis rózsaszín cukormázas világából, és először lát egy idős nőt a busz megállóban. Még soha nem találkozott ilyennel, nincs koncepciója arról, hogy egy idősebb nő ráncokkal, kicsit pegyhüttebb bőrrel, hogy az milyen. És ránéz, és azt mondja neki, hogy gyönyörű vagy. És a nő azt mondja, hogy tudom. És ez egy annyira fontos része szerintem a filmnek, már így a kor szempontjából is, mert nekem ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag, hogyha nincs beültetve a fejekbe, hogy az öregség az rossz, az öreg az csúnya, csak a fiatal, csak a friss, a szép. Tehát van egy ilyen koncepció a mai társadalmunkban, hogy annak van értéke, legalábbis a női részről, hogyha fiatalok, hogyha minden feszes, pedig ez egyáltalán nem így van. Én úgy gondolom, hogy az idősödő nőknek, középkorú nőknek, vagy akár a teljesen idős nőknek is megvan a maga szépsége, és nem feltétlenül a szépség abból fakad, hogy hogyan nézünk ki, hanem abból is, hogy milyenek vagyunk belülről. Szóval, hogy minden nőnek a minden egyes ráncával, minden egyes tapasztalatával megvan a saját értéke, a bölcsessége, a tapasztalata. De a régi korokban, hogyha megnézed az ilyen ősi civilizációkat, vagy az indián civilizációkat, ott az időseket tényleg tisztelték, az idős nőket is tisztelték, és egyáltalán nem úgy néztek rá, mint egy selejtes, jó, most ez itt durván fogalmazom, érted, mit akarok mondani, mint egy, igen, most ezt tudom csak mondani, mint egy selejtes nőre, hanem értékelték a tapasztalatát, a bölcsességét, a szépségét annak attól függetlenül, hogy idős vagy fiatal. Én szerintem a szépség az annyira független ettől, mert egy fiatal ember is lehet csúnya, taszító, ellenszenves, hogyha belülről nem szép. Szerintem a legfontosabb az, hogy valaki belülről legyen szép, és az rá fog ülni a vonásaira, teljesen mindegy, hogy hány éves. Én ismerek nem egy 60, 70, 80 éves hölgyet, akiket én gyönyörűnek látok, mert egyszerűen olyan a kisugárzása, olyan a természete, a mosolya, a szeme csillanása, az a huncut mosoly, ez a kis huncutság, ami benne van a szemébe, és én gyönyörűnek látom őket. Most, hogyha egy férfi nem így látja, akkor én azt nagyon-nagyon tudom sajnálni. Jó, nem feltétlenül egy
a szexualitás tárgyának fogja látni ezt a nőt, de ez szerintem szintén nem korfüggő, mert lehet egy 50-60-70 éves nő is kifejezetten szexi, akit körülzsonganak a férfiak, és imádják, és worshipelik. Láthatunk nem egy ilyen kapcsolatot, ahol a nő idősebb, de mégis a társadalom teljesen úristen, hát ez mit akar ettől a fiatal ficsúrtól, még ugye a fordított esete, amikor idősebb férfi, fiatalabb nő, az teljesen oké és normális. Szóval ezt akarom csak így kinyögni ebből, mert én egy ilyen nagy monológot tartottam ebből, szóval szerintem a szépség az nem attól függ, hogy most 20 éves vagy, 25, 65 vagy 75. Ez bármilyen korban lehet valaki szép. És szerintem ez egy nagyon klassz üzenete a filmnek. Én nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Egy nagyon rövid jelenet, de nagyon fontos jelenet, én úgy gondolom. Na jó, akkor most jöjjön szerintem a szemhéjfesték. Először is ezzel fogom kezdeni. Ez egy Miss Stockholm szemhéjfesték, és látjátok, egy ilyen klassz Barbie pink. Fogunk egy ducika ecsetet, ilyet, és szépen ide elkezdjük betenni a mélyítő vonalba. Szóval ez volt az egyik meghatározó jelenete a filmnek, és volt még egy másik, ami valóban a csúcspontja, tehát ez a, van benne egy monológ, ami a nőknek a társadalom által elvárt szerepeiről szól, hogy mennyire egymásnak ellentmondó elvárások vannak, tehát egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag teljesíthetetlen elvárások vannak benne, vagyis a társadalomban a nőkkel szemben. Tehát gyakorlatilag egy lehetetlen kihívásnak vagyunk, kihívás elé vagyunk állítva, meg kell felelnünk mindennek, és annak a pontos konkrét ellenkezőjének is. De nem elég, hogyha jók vagyunk a munkába, szépnek is kell lennünk. Nem elég szépnek lenni, de okosnak is kell lennünk. Nem elég okosnak lenni, de kedvesnek is kell lenni. De ne legyünk túl kedvesek, mert akkor gyengének tűnünk. De ne legyünk túl erősek, mert akkor nagyon férfiasak vagyunk. Ne legyünk túl okosak, mert akkor le akarjuk uralni a férfiakat, kioktatóak vagyunk. Nagyon túl férfiasak vagyunk. Dolgozzunk, de legyen időnk a gyerekünkre. Legyen karrierünk, de legyen otthon tisztaság, meg főtkaja az asztalon. Szóval egyszerűen ezeket egy nőnek megvalósítani lehetetlen, hogy minden szinten tökéletesen teljesítsen. Például, hogyha sminkeled magad, akkor miért foglalkozol ennyit a külsőddel? Ha nem sminkeled magad, akkor meg miért nézel ki fáradtnak? Szóval egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeknek a követelményeknek megfelelni. Nem is kell megfelelni. Tehát ez tökéletesen mutatja a film, hogy nem kell megfelelni, és sajnálom, hogy ezt mondom, én úgy gondolom, hogy ez a férfiak által kreált elvárások, de a nők tartják életben. Tehát a nők akarnak, hogy ők igenis, ők mindenbe tökéletesek, őnekik ott van a tökéletes begli karácsonykor, meg a 20 fogásos kaja és a 100 ajándék a karácsonyfa alatt, de emellett még a karrierjüket is építik, és a gyereket is nevelik és horcibálják, és azt akarják mutatni a nők, hogy igenis, ők mindenben tökéletesek. De pedig ez nem kell. Szóval nem lehet ezért a férfiakat hibáztatni, még hogyha én úgy gondolom, hogy ez az ő általuk generált elvárások alapjaiban, nem minden férfiről beszélek természetesen, de a nők tartják életbe, mert igenis a nők várják el legjobban maguktól és a társaiktól is, hogy ezeknek megfeleljenek. És a nők a legkritikusabbak, hogyha valaki nem felel meg ezeknek a normáknak, akkor az lusta, nem törődöm, mert milyen a háztartása is, na mert még takarítónője van, meg babysitter, hát nem igaz, hogy nem tudja ezt ellátni egyedül. Szóval a nőkben van egyfajta olyan kritika a nőtársaikkal szemben, ami szerintem nagyon-nagyon egészségtelen, és abszolút nem hasznos. Na, most, hogy így ki
kiveséztem nőtársaimat, és jól megkritizáltam őket, használjunk egy kis csillogósat itt a szemhéj közepén, a mozgó szemhéjon, és ezt én kézzel fogom használni, csak szépen ide be simogatom a szemem, szemhéjem közepére. Hú, de szép, ez jól néz ki ez a szín. Ez a szokásos ananász palettámból van, ő az, és most mutatom a csúnya palettát, és ez az a szín. És arra gondoltam, hogy ide a belső szemzugba pedig egy ilyen sejemport fogok használni, ez egy Miss Stockholm sejempor, és nézzétek, így néz ki, gyönyörű fényes, és ezt valamilyen kis és ezt egy ilyen kis ferde ecsettel fogom abszolválni. Nagyon óvatosan kell bánni, mert borzasztó erős. Csak ide betesszük. Na, szóval, hogy most visszatérek megint a filmre, ugye elhangzik ez a monológ, de ebben a monológban van még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos aspektus. És ez pedig a női testvériségnek, a női összetartásnak a fontossága. És szerintem ez az egész, nekem ez annyira szíven ütött. Tudjátok, hogy én erről már sokszor beszéltem, a női összetartásról, és hogy igenis támogassuk egymást, és ösztönözzük, és segítsük, ne pedig lehúzzuk. Éppen elég baj van a társadalommal, ami hátráltatja a nőket, egymást próbáljunk meg segíteni, nem kritizálni, mint én az előbb, hanem tényleg, hogy annyira jó lenne, hogyha kialakulna a nők között egy szövetség, hogy mindig megvédjük egymást, hogy nem hibáztatjuk, még akkor is, hogyha valaki rosszat csinált, vagy hülyeséget, vagy valamit elrontott a teljesen mindegy, hogy mit mondok, a gyereknevelésbe, a főzésbe, bármilyen hibát elkövetett, akkor nem fejére olvassuk is, hogy persze, hát mert a te hibád, mert így, meg így, mert ezt csináltad, és azt csináltad, és rögtön elkezdjük hibáztatni, hanem megpróbálunk neki segíteni, hogy jó, hát igen, ezt most így nem jól csináltad, de mi lenne, hogyha megpróbálnád így, meg így, és akkor ki tudnál keveredni ebből a problémából. Sokkal hasznosabb lenne, ha legalább mi nők összetartanánk. Biztos ti is látjátok, főleg az interneten, mert szemtől szembe talán ez ennyire nem működik, de a Facebookon, interneten, és sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy főként Magyarországon, de nem csak Magyarországon nyilvánvalóan, de Magyarországon én ezt nagyon-nagyon érzem, nagyon erősen, hogy a hozzászólásokban a nők a legdurvábbak a nőtársaikkal. De értitek, hogy mit akarok ebből kihozni, tehát bármikor egy nőnek baja esik, akkor nagyon-nagyon sok női hozzászóló hibáztatja a nőt, vagyis áldozathibáztató. És én egyszerűen ezt nem tudom felfogni, hogyha a saját gyerekével, barátjával, bárkiével történne ilyen, akkor is őt hibáztatna, ez mindig felmerül bennem. De én azt hiszem, hogy ez egyfajta védekezési mechanika bennünk nőkbe, hiszen mi nagyon féltjük a szeretteinket, és hogyha rá tudjuk fogni, hogy persze, hát vele azért történt, mert ezt is ezt csinálta, hát az én gyerekem, az én lányom, az én unokám, az nem ilyen, tehát vele nem történhet ilyen rossz. Azt hiszem, hogy ez a mentalitás van mögötte, nem gondolom, hogy ezek feltétlenül gonosz emberek, akik így hozzászólnak, bár nagyon gonoszul tudnak megnyilvánulni, de én azt hiszem, hogy ugye ezek inkább félelemből fakadnak, és próbálják meggyőzni magukat, hogy velük ez nem történhet meg, illetve a szeretteikkel ez nem történhet meg. De a lényeg az, hogy sokkal klasszabb lenne, hogyha segítenénk egymást, nem tudom ezt jobban elmondani. Közben folytassuk egy kicsit a szemünket is, mert ide egy kis lilát fogok használni, ez a lila. Szépen csak ide a szélére, és tudjátok a V, emlékeztek? Ilyen kis V alakba betesszük, ide a mélyítőbe, és plusz a szemhéjra. Ez nagyon szépen meg fogja emelni a... Szépen meg fogja emelni a szemünket.
Úr, remélem, hogy nem okésak vagytok ezzel, hogy kicsit ilyen nehezebb témákat is becsempészek ebbe a színes, szagos műanyag látszatú filmbe, bár minden csak nem műanyag, tényleg, ez maga a valóságról szól, a való életről. Szóval most akarok indítani egy ilyen felhívást, lányok, hogy alakítsunk egy női testvériséget, és amikor látod, hogy valaki nem szépen bánik egy másik nőtársunkkal, akár való életbe, akár az internet sötét bugyraiba, akkor próbáljunk meg erre valamit reagálni. Mondjuk valószínűleg, aki ilyen reagálós, az már eddig is megtette, de nagyon-nagyon szeretném egy picit valahogy ezt így, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy picit így alakítsunk tényleg szövetségeket köztünk nők között. A való életben és online is, és próbáljuk meg megvédeni egymást, segíteni egymást, mert hiszen mi nők alapvetően ilyenek vagyunk. Ez a buta férfiak által uralt társadalom egy picit így elferdítette ezt a női szövetséget, de én biztos vagyok benne, hogy ezt vissza tudjuk hozni. Na, szerintem ez tök jól néz ki, komolyan tetszik. Most fogok egy ilyen kis vékonykább ecsetkét, és ezt a lilát ezt be fogom hozni ide a szemem alá, úgyhogy ez egy picit így meg fogja nagyobbítani a szememet, mint egy Barbie babának. De egyébként most nehogy azt higgyétek, hogy én férfi ellenes vagyok, vagy az összes nyomorúságért a férfiakat hibáztatom, mert egyáltalán nem. És mindjárt erre bővebben is kitérek, hogy mi az, ami nem tetszett a filmben, mert bizony volt olyan is, ami nem tetszett. Korán sem tökéletes ez a film, abszolút nem tökéletes. Csomó hibát tudnék egyébként bennem mondani, ami szerintem nem volt jó, vagy lehetett volna jobb is. És az egyik ilyen az, ahogy a férfiakat mutatja be ez a film. Szóval az összes férfi gyakorlatilag idióta benne. Nem tudom ezt jobban megmondani. Tényleg, mindegyik egy szánalmas idióta. Tényleg. És szerintem ez nagyon nagy hiányossága a filmnek, hogy nem mutatott benne egy normális férfi karaktert sem. Egy olyat se, ami mondjuk szimpatikus lett volna. És ez szerintem nagyon-nagyon probléma, hiszen ebben az egész életben mi együtt vagyunk benne. Férfiak, nők, és minden más. Azon is túl. Most nem akarok belemenni ilyen gender elméletekbe, de szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, amikről a film beszél, ezeket csak együtt lehet megoldani. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon klassz lett volna, hogyha van benne egy olyan támogató férfi karakter, aki látja és érzi a problémáját a Barbie-nak, illetve a problémáját a nőknek, és egyfajta szövetséges. Ez borzasztóan hiányzott nekem, mert tényleg a Ken is borzasztóan szánalmas volt tényleg. A corporate, a Mattel vezetők, azok meg egyszerűen idióták, szánalmas idióták. És én nem gondolom a férfiakról, hogy szánalmas idióták, és nem gondolom azt, hogy az összes férfi a patriarchális világrendnek a híve, főleg nem itt Svédországban, ahol ugye a legnagyobb egyenjogúság van gyakorlatilag Európában a férfiak és nők között, és tényleg a férfiaknak teljesen más a beállítottsága vagy a gondolkodása, mint akár mondjuk Magyarországon. Tehát itt azt hiszem, hogy egész jól megvalósul ez az egyenjogúság minden szinten, üzleti szinten, családi szinten, a munkamegosztásba, a gyereknevelésbe, tehát itt eléggé jól megoszlanak ezek a szerepek, úgyhogy szerintem erre kellene törekedni a világ többi részén is, és tök jó lett volna, hogy ez a film mutat egyfajta irányt, hogy lehet ezeket a dolgokat megoldani. Mert a női testvériségre, vagy a női szövetségre gyönyörű példa volt tényleg, nagyon-nagyon-nagyon ez abszolút fókuszban volt, de az, hogy hogyan tudnánk szövetségbe lépni a férfiakkal világszinten, most nem családszinten vagy párkapcsolat, tehát nem kicsibe próbálok gondolkodni, hanem tényleg mutatott volna egyfajta irányt, hogy merre mehetnénk tovább, merre léphetnénk, az nagyon jó lett volna. Most fogok használni egy ilyen kis
ceruzát, ami egy ilyen fényes, hát már nem tudom, hogy mutassam nektek, egy ilyen fényes ezüstös ceruza, na ide rajzolok, és akkor látni fogjátok. És ezt fogom használni egy picit ide a belső szemzugba. És össze fogom kötni ezzel a lilával. És picit bemegyek ide a lila fölé is. Sőt, egy picit a vízvonalra is teszek. Jó, ha néz ki szerintem. És fogok tenni, tudjátok mit? Nem is ebben fogom azt oda tenni. Én nagyon pici fényeset akarok ide betenni a szemöldököm alá, és ugyanazt a port fogom használni, amit ide belülre használtam. Csak egy nagyon picit, nem akarom, hogy nagyon fényes legyen, mert lassan úgy néz ki, mint az esküvő is minket volt a 2000-es években. Így né. Na, látjátok? Szóval ez az, amikor túl sok. Júj. Na, hát ezt aztán most dolgozhatom el a francba. Kénytelen vagyok betenni a másik oldalra is egy kicsit többet. Na, nem baj, hát ez a plastic feeling, igaz? Most használok egy kicsi fekete szemceruzát, ugye ez elmaradhatatlan. Csak egy iciri-picirit. Itt a szempillatőnél. De tényleg csak egy vékony vonalat akarok. Semmi túlzást, csak így. Egyébként még így a férfiakkal kapcsolatban akartam mondani egy érdekes dolgot, hogy nem olyan valaki elkezdett fúrni, megőrülök. Szóval én nem olyan régen volt egy ilyen megvilágosodott pillanatom, tök érdekes. Most egy picit elkalandozok a filmtől, bocsi. De hogy mi nők, közben felrakok egy szempilla alapot, hogy mi nők mennyire úgy vagyunk behúzalozva, hogy nekünk segíteni kell. Ez elképesztő. És ez a beprogramozás gyakorlatilag, amióta egyedül élek, azóta kezd egy kicsit így feloldódni, mert hiszen amikor a férjemmel értem kapcsolatba, az teljesen természetes volt, hogy az a úgymond férfias dolgokra mindig őt kértem meg, hogy mit tudom én, szereljen össze, hozzon föl, cipeljen, mit, tudod, hát amit ugye férfias munkának hívunk, rakja föl a képeket. Én nekem eszembe se jutott, hogy azt majd én megcsinálom, hanem annyira arra számítottam, hogy majd ő. És hát nyilvánvalóan most, hogy így egyedül élek, csomó dolgot meg kell oldanom magamtól. Meg tudnám kérni most is, hogy segítsen, mert segítene minden további nélkül. Gyorsan egy kis szempillaspirált is felteszek. Ez a Dior szempillaspirál egyébként, és megszerettem. Szóval, hogy egyre inkább kezdek ráérezni arra, hogy basszus, mindent meg tudok oldani segítség nélkül. És mikor kim voltunk a tesóméknál Amerikában télen, ott jöttem rá erre a leginkább. Mert működött ott is ez a beidegződés, hogy mit tudom én, el akartunk valahova menni ketten a dorkával, és nem tudtak elvinni, vagy elhozni, és hát először így tökre, fú, hát akkor most mit csináljunk, nem tudnak értünk jönni, nem tudnak elvinni, mit csináljunk. És aztán simán feltaláltam magam, hívtam egy Ubert, elvitt, visszahozott, tehát nem, vagy a repülőtérre ki tudtunk menni egy Uberrel, tehát nem vagyok rászorulva, hogy engem most kivigyen valaki a repülőtérre, vagy elhozzon, vagy eldobjon ide vagy oda, hanem lehet, hogy ez viccesnek hangzik, és más ezt már rég tudja. Ti bölcsebbek vagytok, drága nőtársaim, de én nekem ez egy ilyen megvilágosodás volt, hogy tényleg nem függök senkitől, bármit meg tudok csinálni egyedül, csak rajta múlik, de valahogy ez annyira így belém volt rögzülve, hogy ja igen, ezeket a dolgokat én nem tudom megcsinálni, ez nekem kell egy segítség.
És nem kell, képzeljétek el, fú, megint összecsomósodott ez a szempillaspirál. Szóval ez a legfelszabadítóbb része ennek az egész egyedül létnek, mert tényleg úgy érzem, hogy szabad vagyok. Nem, nekem nem, ilyen szempontból nincs szükségem senkire, mert mindent meg tudok oldani. Ti hogy vagytok ezzel? Ti nektek is van ez a beidegződés, hogy segítséget kell kérni, vagy ti önállóbbak vagytok, mint a kicsi virág? Tényleg apukámtól is, mindig ha Magyarországra megyünk, akkor is mindig, hogy apu segítsen, ezt csinálj meg, azt csinálj meg. Persze az apukától segítséget kérni, ez egy teljesen más dolog, az még szinte jó leső is, hogy majd az apuci segít. De így alapjáraton az életben szerintem ez tök jó, hogy ilyen független tud lenni az ember, és nincs szüksége extra segítségre. Tényleg egy bútort elhozatni, bármit meg tud az ember oldani. Jó, nyilván azért ez pénzkérdés is, de nem csak pénzkérdés, hanem hozzáállás kérdés is. Na, így néz ki a szempillaspirállal, de szerintem nyilván Barbie smink. Mire van szükségünk? Na mire? Szempillára. Eltaláltad. És ma képzeljétek el, hogy nem soros szempillát, hanem egy ilyen szálas szempillát fogunk használni. Szerintem ezt nagyon, talán még könnyebb használni, mint a sorosat. Basszus! Kifolyt! Jaj, ne! Úristen! Kifolyt az egész ragasztó a kezembe, hát ez csodálatos. Gyerekek, hát minden ragad. Na jó, most akkor még egy attempt. Na és csak egyszerűen szépen így megfogsz egy ilyen kis tincset, így belemártod a kis ragasztóba, és szépen ide fölrakod a szemed szélére. És a bőrödre kell ráragasztani, nem a szempillára. És körülbelül 3 darabot fogok feltenni mind a két szemre. Annál több nem kell. Na, végül is 4-et raktam föl, de szerintem ez így tökéletes. Na, szerintem tök jól néz ki. Ennél több nem is kell, de még egy nagyon pici szempillaspirált még fogok föltenni. És lehet meg fogom bánni. Na jó, szerintem így ennyi elég szempillából. De látjátok, milyen nagy lett a szemem, hogy így alá raktam ezt a kis lilát. Szerintem jól néz ki. Barbie szem. Na jó, akkor most egy picit szerintem kontúrozzunk, jó? Szóval egyébként engem nagyon-nagyon meglepett ez a film. Ezt a palettát fogom használni. Szét van használva. Nagyon meglepett ez a film, mert én azt hittem, hogy sokkal plastikabb lesz. Hogy egy sokkal... Tehát, hogy ez a Barbie és a gyémánt kastély feeling. Mondjuk lehetett tudni már, amikor a szereplőválogatás volt, vagyis amikor kiderült, hogy kik lesznek a szereplők, hogy ez azért egy komolyabb filmalkotás lesz, de nem is számítottam rá, hogy ilyen komoly mondanivaló lesz ebbe a filmbe. Most próbálom egy picit így lekeskenyíteni az arcomat, mert hát ugye Barbie-nak szép vékony arcocskája van, nekem is csináljunk olyat. Maga a képi világa egészen fantasztikus, én imádtam, komolyan mondom. Nagyon-nagyon cukros, nagyon műanyag, de hihetetlen, hogy például a Barbie, mi az? Barbie Malibu ház, az egyben olyan, mint az igazi. Nagyon komoly, tényleg. Szóval, hogy teljesen próbálták autentikusan bemutatni ezeket a tárgyakat, ezeket a játékokat, hogy az eredetinek megfelelően. Ide fogok használni egy sötétebb ilyen alapozót, amit én nagyon szeretek kontúrozáshoz használni. Így. Így. De ezt a lógós részt, ezt leszedjük innen, látjátok? Leradírozzuk kicsit a tokát is.
kész is. Nem, természetesen. Ezt eldolgozzuk. Nem sokat látok amúgy így a telefonon, de majd mindjárt leellenőrizzük. Így lehet egy kicsit ellensúlyozni, hogyha egy picit itt már meg van ereszkedve a bőröd. Még mindig egy nagyon csíkszerű, úgyhogy fogom az alapozó ecsetet, és azzal szépen eldolgozzuk. Na, de látjátok, hogy tök szép kontúrt csinál. Ezt a technikát nagyon szeretem használni. Még kell egy pici ide fölülre. Szóval szerintem nyilvánvalóan látjátok ti is, hogy mindenhol barbis dolgokat lehet kapni, és ezen nem csodálkozom, mert iszonyatosan jó cuccok voltak benne, tényleg. Nagyon-nagyon tetszett. Na most megkontúrozom egy picit az orromat is. Egy ilyen világosabb színű kontúr színnel. Na, hogy csináljam, hogy lássátok? Tehát egy picit levékonyítom, ezt itt leradírozom, lesatírozom. Fogom egy picit a korrektort, amit használtam, és egy vékony, világosabb színt fogok ide behúzni. És egy picit teszek ide is, hogy legyen egy ilyen fitosabb orrocskám. És ide szoktam még használni egy pici ilyen pírt. És akkor úgy néz ki, mintha le lenne pirulva az embernek az orra. Így, és már is van egy kicsit fitosabb orrocskám. És most jöjjön egy kis pír. És egy ilyen, hát már nem is tudom milyen, ilyen makiázs, azt hiszem. Ilyen makiázs pirosító, egy ilyen por pirosító. És ezt nagyon szeretem, mert nagyon finom a színe. Igazi Barbie pink. Szépen ide fölteszem. Szóval nem erős. És nem kell vele annyira játszani, hogy mennyire lesz too much. Na. Kapok benned ide. Szerintem iszonyat szép ez a pirosító. Na, szerintem akkor már csak egy száj hiányzik, meg egy kis highlighter, és meg is vagyunk. Ezt a Pack Magret rúst fogom használni, mert ez egy ilyen pinkes, de nem találtam más pinket. És én nagyon finoman fogom használni, mert nem akarom, hogy túl erős legyen. Picit túl erős, de ne félj, amíg engem látsz. Fogok használni egy ilyen száj ecsetet, kontúr ceruza helyett. Tüsszentem kell. Oh, Jesus. Szóval egy picit megnagyobbítom ezzel. Ez egy tök jó megoldás egyébként, hogyha nincsen szájkontúr ceruzád, nekem nincs ilyen szín. És nyilvánvalóan kell egy kis lip gloss, egy kis szájfény, és mivel ezt egy kicsit túl erősnek érzem, most egy ilyen színt fogok fölé használni, azt meglátjuk, mi lesz. Na, szerintem ez nem rossz. Kicsit levett ebből az erős pinkből.
Na, szerintem ez tök Barbie száj, vagy Bratz-tól. Nem Barbie. És a vége egy highlighter stick, amit csak ide teszek szépen a arccsontomra. Egy kis műanyag feeling. Jól néz ki szerintem, nekem bejön. Itt talán itt egy picit túl erős, de nem baj. Teszünk ide is egy picit többet. Nagyon picit az orromra. Na, hát szerintem körülbelül ennyi ez a smink. Nézzük meg még egyszer, mit csináltunk. De szerintem cuki lett, tehát szerintem simán hordható akár egy hétköznapra is. Jó, mondjuk nem munkába, de valami alkalomra. Na, hát ennyi. Hibázzik még innen valami? Annyi hajlak van a hajam, a gyerekek, hogy így egybe le tudom menni a hajamat, szerintem, amíg ezt. Szóval ennyi lett volna a smink. Mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg ezt a Barbie filmet. Nagyon sok érzelmet megmozgat és elgondolkodtat. Képzeljétek el, hogy a Dodó, ő sírt a film után. Alig bírta abba hagyni. És nagyon érdekes volt az is, hogy az egyik barátja is velünk volt, egy fiatal fiú, és nagyon érdekes volt, hogyha ő nem lett volna ott velünk a moziba, akkor szerintem nem merült volna föl bennem, hogy milyen lehet ez egy fiú szempontjából ez a film, mert ugye a női szempontból egy tök jó felszabadító, inspiráló, igen, feminizmus, női egyenjogúság, minden, de mivel ő is ott volt, és ugye mondtam ezt a kritikát, hogy nem volt benne pozitív férfi karakter, ezért az ő szempontjából is tudtam nézni, és egy kicsit ebből a szempontból én kellemetlenül éreztem magam, szóval szerintem nagyon fontos, hogy ez a mérleg, ez mind próbáljon balancba lenni. Most így volt, ugye idáig, tehát férfiak, nők, és most nem szeretném, hogy így átlibbenjen. Valószínűleg egy picit átfog, hiszen ez a dolgoknak a rendje, hogy amikor egy mérleg egyensúlyba kerül, akkor azért így mozog, de én nagyon szeretném, hogyha ezt el tudnánk érni. Úgyhogy nagyon érdekes volt így megnézni, hogy ott volt velünk egy fiú is, és mikor utána megbeszéltük a végén vele, ugye mind a hárman megbeszéltük, hogy milyen volt a film, hogy tetszett, akkor ő nagyon okosan és bölcsen azt mondta, hogy nincsen ezzel semmi baj, mert ez a film a nőkről szólt. Tehát hogy lehet ilyen bölcs valaki, ilyen fiatalon, hogy ezt így átlátja, és hogy mennyire fontos, hogy legyenek ilyen filmek, amik tényleg a nőkről szólnak, és nem nincsenek belekeverve a férfiak. És megmondom őszintén, hogy talán igaza is van, ez a film lehet, hogy így jó, ahogy elkészült, minden esetre tényleg nagyon fontos kérdéseket feszeget, fontos társadalmi kérdéseket, fontos önelfogadási kérdéseket, úgyhogy ha még nem néztétek meg, akkor javaslom, hogy mindenképpen nézzétek meg, és beszéljük meg itt a komment szekcióban, hogy nektek mi a véleményetek róla, hogy tetszett nektek, felvetette bennetek kérdéseket, hogy megvilágosodtatok. Szóval beszélgessünk róla. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkold, kérlek szépen, hogyha úgy érzed, hogy másnak is érdekes lehet, vagy netalán fontos, akkor mindenképpen oszd meg, és hát azt nem mondom, hogy iratkozzál föl, mert már nyilvánvalóan réges-régen föl vagy iratkozva. Köszönöm, hogy itt voltál velem ebben a videóban, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!